megnyitjuk. Augusztus 28-án kezdődik a 14. Vidor Fesztivál, amely az elmúlt évek alatt Nyíregyháza a legrangosabb őszművészeti fesztiváljává vált, amelyre több tízezeren látogatnak el évről évre. Világzenei koncertek, a hazai színházak legjobb vígjátékai, filmvetítések, valamint gazdag utcazenei, bábszínházi és képzőművészeti program várja az érdeklődőket augusztus 28-a és szeptember 5-e között a 14. Vidor Fesztiválon Nyíregyházán. Nem csak az ország, de Közép-Európa legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja méltán vált az egyik legnépszerűbb összművészeti fesztivállá Magyarországon. A Vidámság és Derű országos seregszemléjének 9 napja alatt összesen 49 helyszínen csaknem 400 programot rendeznek. Ezek 90%-a hasonlóan az elmúlt évekhez ingyenesen látogatható. Idén 3 újítással próbálkoznak meg a szervezők. Ilyen lesz a Színművészeti Egyetem hallgatóinak városi, közönséggyűjtő művészeti megmozdulása, a Magyar Képzőművészeti Egyetem díszlet és jelmeztervező szakos hallgatóinak kiállítása, illetve a fesztivál történetében először lesz cirkuszi előadás is, amely a cirkusz, a színház és a kabaré elemeit vegyíti majd. Az idei rendezvénysorozaton közel 120 ezer nézőre számítanak a szervezők. Vendégeink a stúdióban a színház marketing vezetője, jó estét, csókolom. Jó estét. És a színház gazdasági igazgatója, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Kezdjük talán azzal, hiszen hát én azt hiszem, hogy a nyíregyháziaknak, sőt már az országban sem kell nagyon bemutatni a Vidor Fesztivált, hogy ez miről szól, de ilyenkor a fesztivál előtt egy-két nappal már nagyon nagy hajrában vannak? Ilyenkor már minden készen áll a nyitásra? Nagyon nagy hajra az mindenképpen van, és hát készen állunk már hetek óta a nyitásra igazából, mert a programok adottak voltak, most már a háttérmunkákat végezzük, és igyekszünk minél több helyen ott lenni, és minél több helyen mondani azt, hogy itt vagyunk is, és leszünk. Egyébként mennyire lehet már előre felmérni az igényeket mondjuk, mert én emlékszem, hogy amikor néhány héttel ezelőtt kinyitott a jegypénztár a színház mellett, akkor már hajnalban sorban álltak az emberek. Így van, ez a legjobb igényfelmérés, azt hiszem, hogy tényleg sorokban álltak az emberek, és volt olyan előadás, amire már reggel 8-ra elfogytak a jegyek. Szóval nem veszítette a fényéből a Vidor Fesztivál. Mielőtt beszélünk részletesen a programokról, egy kicsit az anyagi hátteréről a fesztiválnak beszéljünk. Én úgy tudom, hogy ebben az évben sikerült több pénzt szerezni ehhez, ezért is tud bővülni a fesztivál. Igen, tudni kell, hogy jó néhány évvel ezelőtt még 100 millió forint körül mozgott a fesztivál költségvetése. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy komolyabb főtámogatót, tehát nagyobb összeggel támogató mecénást találtunk, illetve a pályázati pénzekből nagyobb részt sikerült kihasítanunk. Ez az utóbbi 2-3 évben ez lecsökkent 70 millióra, és most megint egy kicsit a város támogatóinak, a városi vállalkozásoknak az összefogásával sikerült 5 millióval növelni, mindegy olyan 75 millióra a fesztivál összköltségvetését. Ez már érezhető lesz a Kossuth téren, koncerteken, egy kicsit nagyobb neveket sikerült meghívni, úgyhogy bízunk benne, hogy fogják érzékelni a fesztiválra látogatók, hogy egy picit előreléptünk, bízunk benne, hogy jövőre még egy lépést teszünk előre. Beszéltünk arról is, hogy vagy ez azt igazolja, hogy a nyíregyháziak, vagy akár a Nyíregyháza környékiek egyre inkább magukénak érzik most már ezt a fesztivált, említette, hogy vállalkozók, a város, stb. Mindenki megpróbálja hozzá természetesen az adottságainak megfelelően hozzátenni azt, amit tud. Mindenképpen, tehát a legnagyobb köszönet az önkormányzatot illeti, tehát ő az, aki évek óta stabilan egy olyan bázist ad a fesztivál költségvetésének, ahonnan el tudunk indulni, de nagyon fontos a kisebb, illetve nagyobb vállalkozásoknak is, az akár 300 ezer forintos, de néhányan akár több milliót is hozzátesznek a fesztiválhoz, és ez a sok kisebb támogatás a végére olyan szépen ki tud kerekedni, hogy előre is tudunk lépni. Beszéljünk egy kicsit a programokról, nyilván nem a részletes programról, mert hát említettük, hogy közel 500 program lesz majd ez alatt az egy hét alatt, de hogy körülbelül ugyanúgy épül fel, mint az előző években helyszínekben is, tehát beszéljünk helyszínekről, hogy a városban milyen helyszínek lesznek, gondolom a színház, a színházi előadások helyszíne, a Kossuth tér, a koncertek, stb., illetve esetleg milyen kísérő rendezvényeken vehetnek részt az érdeklődők. Igazából, ha egy mondatban össze kell foglalni, akkor azt lehet mondani, hogy nem csak egész Nyíregyháza, hanem az egész megye mozog ebben a tekintetben, szóval mindenhol lesznek programok. Valahol ugye a Kossuth tér a nagy koncertek helyszíne, lesznek kisebb koncertek a Vidorkertben, állandó programok össze-vissza a városban, Vidor az egész belváros címen, mindenki fog mozogni, pantomimesek, élő szobrok,
Szóval tényleg minden egyes szegletben történik majd valami. Én a felvezetőben már említettem, hogy a felmérések, vagy hát az előzetes várakozás az, hogy több mint 100 000 ember fordul meg ez alatt az egy hét alatt mondjuk a városba. Hogy tudja ezt a város a vendéglátás terén ezt kiszolgálni erre? Hogyan tudnak felkészülni? Hát ez nem a mi asztalunk igazából, de azt gondolom, hogy maga az idegenforgalom fellendítésében és ilyesmiben abszolút elsőrangú ez a fesztivál, mert nem csak a belvárosban, hanem külső vagy kintebbi helyeken is, Sóstón is ott leszünk, szóval hogy azt gondolom, hogy ez a egyik legjobb idegenforgalmi promóció a városnak. A gazdasági vezető hogy látja ezt? Mennyire tud hozzájárulni mondjuk akár város marketinghez is például ez a rendezvény? Hát a városnak az egyik legfontosabb eseménye, fesztiválja, a Vidor Fesztivál. Évek óta úgy tekintenek rá, hogy idegenforgalom szempontjából kiemelt rendezvény. Gyakorlatilag fél évvel a fesztivál előtt szabad szállodai szobát nem nagyon lehet találni, de nem csak a szállodai szobáknál, tehát nyilván a vendéglátásban, kávézókban, ez alatt a 9-10 nap alatt olyan ugrásszerűen növekedhet a bevétel, hogy ezt a város is mindenképpen érzékeli. Az, hogy a szállodák teljes egészében ki vannak használva, ez már önmagában egy olyan dolog a helyi szállodatulajdonosoknak, ami szerintem egy nagyon jó érzéssel tölti el őket, és nyilván a városi vezetés is ezt szeretné, hogy minél hosszabb ideig tartson ki ez a pezsgés, ez a folyamatos mozgás a városban. Ugye is, hát itt a programoknak egyik része a szabadtéri jellegű, az időjárást azt hogy rendelték meg? Mit mutatnak az előrejelzések? Jónak rendeltük meg, és az előrejelzések is azt mondják, hogy végig jó idő lesz, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez tényleg így lesz. Lesz valamilyen központi megnyitó rendezvénye majd a dolognak? Tehát beszéljünk most már, ugye ez pénteki nap, amikor elkezdődik maga a fesztivál. Pénteken a Kossuth téren lesz maga a megnyitó, és már akkor is lesz előadás a színházban is, illetve onnan már megindulnak a programok, lesz koncert is a Kossuth téren. Visszatérve a marketing részére egy kicsit ennek a dolognak, hogyan tudják ezt országos viszonylatban, nem tudom, propagálni ezt a rendezvényt, és vannak-e visszajelzések, hogy mondjuk milyen messziről érkeznek például vendégek ide Nyíregyházára? Arra van egy közvéleménykutatásunk, egy 2 évvel ezelőtti, hogy a fesztiválon résztvevő vendégek mintegy 10% a határon túlról érkezik, leginkább román, ukrán, szlovák határon túlról, de folyamatosan kapunk visszajelzéseket, hogy pestiek jönnek leginkább az ingyenes koncertekre, Debrecenből, Miskolcról jönnek át színházi előadásokra. Tehát nem mondhatjuk, hogy szerencsére, hogy nem csak a nyíregyháziak fesztiválja, mert a megyén túl is híre megy a fesztiválnak, és jönnek, és élvezik főleg az ingyenes koncerteket a látogatók. Beszéljünk egy kicsit magáról a színházi részéről. Tudunk kiemelni, nem tudom, darabokat, előadókat, akiket nagy várakozás előz meg, illetve egyáltalán lehet-e még jegyeket kapni, aki esetleg most értesül erről az egészről, meg tud még nézni egyáltalán valamilyen előadást? Nem mindenre, de még valamire lehet jegyet kapni. Igazából húzó neveket érdemesebb mondani, mint színházi darabokat, mert az összeset fel lehetne sorolni egyben. Hernádi Judit, Szabó Győző, Liptai Klaudia, Kulka János, illetve Falusi Marian is érkezik egy produkcióval, szóval elég sok sztárvendég is érkezik. Időnk sajnos elfogyott, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégeink voltak, de természetesen majd a nap eseményeiről szeretnénk mi is a televízió nézőket tájékoztatni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.